ilyen széles körben, ilyen baráti és kollegiális körben kerül sor erre az eseményre. We are very pleased to have all of you here, that we have such a great audience to discuss a very interesting book, which was published last year in German and already published in Ukrainian. And now it is published in Hungarian, namely a book written by Emil Brix and Erhard Buzek. It's called in German Mitteleuropa Revisited, Central Europe Reconfigured, magyarul Közép-Európa újra gondolva. The only thing I would like to say that there is a remarkable continuity of thinking in this group. Emil Brix and Erhard Buzek published the book, Project Mitteleuropa in 86, which was quite encouraging for people who were longing for change. And now they, after the very controversial 30 years of change, transition, they had the energy and the insight to rethink what they have been talking about. The second is that Central European cooperation was not a mainstream topic during the last 30 years. It was for us, ISIS and IAS, always an important issue. All of our summit universities are about Central Europe and the EU, but generally speaking, it is missing, this discourse, this narrative, is hugely missing in Europe and in the global world of social sciences. So the book is very well written. It's a must for you to read, but now I would like to give the word to Ivan Baba, dear friend and colleague, to say, or tell us his 1,000 points of light about the present and future of Central Europe. Ivan. Thank you very much, but I was told to speak Hungarian. Minden lehet, mert fordítás, szinkron tolmácsolás. Lesz tolmácsolás, tehát abban maradtunk, hogy ugye a bevezetőt magyarul mondjuk, és aztán a beszélgetés pedig majd angolul. Köszönöm. Hát, segíts! Akár mikrofon, igen. Ja, fordítanak, igen. Hát tisztelettel üdvözlök mindenkit én is. A beszélgetésünk erről a könyvről immár másodszor zajlik, hiszen néhány hónappal ezelőtt, amikor megjelent a német változat, akkor tartottunk egy nagyon érdekes beszélgetést itt ebben a körben és ezen a helyen, és akkor már jó néhány problémát exponáltunk, illetve elmondtuk, hogy miért érdekes, miért fontos ez a könyv. És nyilván ennek jegyében született az a döntés is, hogy az intézet vállalja a könyvnek a magyar nyelvű megjelentetését. Hadd kezdjem azzal, amivel a nem olyan régen közelmúltban is kezdtem, hogy ez egy remek könyv. Remek könyv nem azért, mert minden gondolatával egyetértünk, hanem azért, mert minden gondolata valamiféle gondolatot csihol belőlünk. És az igazán jó könyv az, amit az ember, ha elolvas, akkor újabb és újabb gondolatai támadnak általa. A két szerző, Emil Brix nagykövet úr és Erhard Buzek excellenciás úr. Kedves barátaink, kedves ismerőseink, nem először, nem másodszor vannak itt. Igazi ismerői Közép-Európának évtizedek óta foglalkoznak, mondhatom úgy, hogy professzionális szinten Közép-Európával. Professzionális szinten olyan értelemben, hogy dolgoztak a politikában, dolgoztak az államigazgatásban, a diplomáciában, és a tudomány világa sem idegen tőlük. Tehát amit ebben a könyvben leírnak, az sok-sok évtized tapasztalata. Ez a könyv ugye lényegében újragondolása valaminek, ugye nem véletlenül németül az a címe, hogy Revisited,
vagyis újragondolás, magyarul is ugye ezt a címet hagytuk meg. Minek az újragondolása? Annak, amit 30 évvel ezelőtt írtak, hiszen 30 évvel ezelőtt már írtak egy hasonló könyvet, és annak az újragondolása volt, amit akkor leírtak. Ez a könyv nyilván egy másik könyv, egy új könyv. Én a bevezetőmben néhány gondolatot, illetve problémát exponálnék, amiről aztán majd beszélgetni tudunk, és amiről hát esetleg még vitatkozni is. Az első ugye az örök kérdés, Közép-Európa definíciója. Mi az, hogy Közép-Európa hol van, Közép-Európa? Hát kelet és nyugat felé elhatárolni még nem olyan nehéz. Kelet felől Oroszország, nyugat felől Németország. Többé-kevésbé, ami közébe esik, azt nevezzük Közép-Európának. Ennél már sokkal nehezebb a déli elhatárolása, hogy meddig Közép-Európa, Közép-Európa, és mitől délre nevezzük már másnak, Nyugat-Balkánnak, Balkánnak, stb. Stb. Az a nagyobbik kérdés, hogy ott hol van a határ, egyáltalán szüksége van-e ilyen elhatárolásra. Egyet azonban pontosan tudunk, hogy az elhatárolás az mindig történelmi kontextusban érvényes, tehát nincs olyan meghatározás a Közép-Európának, ami egyszer s mindenkorra érvényes. Itt csak egy megjegyzést tennék, a George Friedman nevét többször emlegettem már itt, ezt az amerikai, magyar származású amerikai elemzőt, aki amikor Közép-Európáról beszél, akkor Németország, Svájc és Olaszország vonalát tekinti Közép-Európának, és ami attól keletre van, arra azt mondja, hogy az Kelet-Európa. Tehát az elhatárolás, a megnevezés sokféle lehet, de van egy érdekes jelenség, ami Közép-Európa fogalmát, mint értéktartalmat jelenti, azt, hogy a térségben szinte minden ország közép-európai ország szeretne lenni. Tehát nem nagyon tudunk olyan országról, amelyik, és olyan nemzetről, és olyan közösségről, amelyik azt mondja, hogy ő nem akar közép-európai lenni ebben az orosz és német közötti zónában, hanem ő mondjuk kelet-európai akarna lenni. Közép-Európához akarnak tartozni ezek az országok, ezek a népek, mert ezek szerint Közép-Európa valamiféle értéktartományt is jelent. És ez az egyik legfontosabb gondolata a könyvnek, hogy Közép-Európa értéket hordoz, és ezt az értéket, ezt respektálni kellene, hogy hogyan arról beszélünk. Közép-Európa kérdéseinek tárgyalása kapcsán a legkülönbözőbb problémákat fölvetik a szerzők. Az egyik ilyen érdekes kérdés a félelem a perifériától. Ugye ez egy állandó kérdés, és újra meg újra felmerülő kérdés, hogy Közép-Európa az perifériája-e a Nyugat-Európának, perifériája-e Európának, a periférián vagyunk-e. És itt ugye mindig elő-elő jön, és a könyvnek egy nagyon hangsúlyos része foglalkozik ezzel, hogy a történelem hogyan játszik bele a mi önazonosságunk megfogalmazásába, és hogyan játszik bele a kívülről jövő reflexiókba, vagyis milyennek látnak bennünket. A történelem ugye nálunk ma is aktuális identitás képző elem. Tehát a történelemhez ezek a társadalmak, ezek az országok, mint aktuális és a mai életünket is befolyásoló és meghatározó témához fordulnak, a nagy ünnepekhez, a nagy ünnepek megünnepléséhez, az a körül való vitához, politikai vitához, stb. Ez Nyugat-Európában korán sem így van már, ott a történelem bizonyos részei lezárultak, és azok már kevésbé képezik mondjuk politikai vita tárgyát, mint mondjuk Magyarországon, vagy esetleg más országokban. Mivel, hogy direkt identitásképző elem, tehát a történelem ugye az folyamatosan jelen van a kollektív tudatunkban, de nem csak miénkben, hanem a szomszédainkéban is, tehát az az igazán érdekes, hogy a közép-európai népek kollektív tudatában a történelem benne van, és mivel a történelemben konfliktusaink voltak, tehát a kollektív tudatban benne vannak ezek a konfliktus elemek is. A könyv egyik fontos gondolata, ugye, hogy ezeket az elemeket hogyan lehetne feldolgozni. Van egy sajátos kollektív pszichózisa ennek a régiónak, és ezt a könyv csak érint, de én egy kicsikét elmélyíteném. Ez a nemzeteknek a
biztonság igénye, a fokozott biztonság igénye, és ennek a fokozott biztonság igénynek a, ha úgy tetszik, a pszichózisa. Ezekben, ebben a térségben nemzetek, akár a közelmúltban is, úgy értem, hogy az elmúlt 100 évben megélték azt, hogy eltűnhetnek a térképről. Hogy le lehet őket törölni a térképről, eltűnnek a történelem süllyesztőjében, és nem lesznek többet. Gondoljunk csak a balti népekre, ugye Sztálin azt mondta, hogy a litván kérdés csak vagonkérdés, és nem véletlen, hogy a balti országokban olyan elképesztő averzióval viszonyulnak ahhoz, hogy az orosz nyelvű kisebbségnek egyenlő jogokat adjanak. A pszichózis nagyon-nagyon mély, nagyon komolyan félnek a saját maguk eltűnésétől. Az észtekben, gondoljuk be, az Észtország 1.200.000 lakosából összesen 900.000 észt van. Hát az, hogy eltűnnek a történelemben, ez egyáltalán nem egy reális rémkép. De a lengyelek is megérték azt, ugye, hogy eltűnhetnek a történelemben. Hogyan? Hát gondoljunk bele, hogy 1939. augusztus 24-én aláírták a Ribbentrop-Molotov paktumot. Szeptember 1-én Németország és a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot, és szeptember 24-én Lengyelország nem volt többé. Tehát egy hónap alatt letörölték Lengyelországot Európa térképéről. Ez a lengyelekben igen-igen mély nyomot hagyott, mély emléket hagyott, hogy ilyen megtörténhet a 20. század közepén, hogy egy országot egy hónap alatt letörölnek a térképről, és nincs erő, amelyik ezt megakadályozza. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a közép-európai népeknek a biztonsági érzete, mert ez egy nagyon fontos vonatkozása megint a könyvnek, miből adódik vagy adódhat, akkor nem véletlen, hogy ezek az országok valamennyien a NATO-ba igyekeztek bejutni. És ugye az alapkérdés az, hogy az Európai Unió miért nem nyújt elegendő biztonságot ezeknek a népeknek? Hát mert az Európai Unió biztonsági struktúrája az még nem készült el, nem épült föl, valójában még nincs olyan struktúrája, amelyik olyan biztonságot jelentene mondjuk az észteknek vagy a lengyeleknek, amelyel úgy éreznék, hogy ellensúlyozni lehet például Oroszország politikáját. Tehát nem véletlen, hogy a lengyelek például, ahogy mondani szoktuk, átterpesztenek az Atlanti óceánon, és az amerikaiaknál várják a biztonsági garanciákat. Ennek ez az egyszerű oka, a történelmi tapasztalat. Például az a történelmi tapasztalat, hogyha a fejük fölött összefognak az oroszok és a németek, akkor Lengyelországot le lehet törölni a térképről. A biztonsági garanciákat nem segítik azok a politikai lépések, amelyeknek Nyugat-Európában ugye tanúi voltunk az utóbbi 10-15 évben. Én csak egyetlen egy mozzanatot emelnék ki, ami ugye a legbotrányosabb volt, de hát talán nem árt, ha emlékszünk rá. Ezt az urat Gerhard Schrödernek hívják. Gerhard Schröder nem volt más, mint Németország szövetségi kancellárja. Németország szövetségi kancellárja, a kancellári székből, miután megépítették a Nord Stream nevű gázvezetéket a Balti tengeren, nem tett egyebet, mint átült a Gazprom igazgató tanácsának székébe. Ez ugye több, mint botrány nyilvánvalóan, mégpedig olyan botrány, amiért jobb pillanatokban hazaárulásért elítélik az embert, hiszen Gerhard Schröder fejében benne voltak olyan NATO titkok, olyan információk, olyan dolgok, amikkel a német kancellár rendelkezhet, és azt az egészet átvitte a másik oldalra. Ha európai politikus ilyet megtehet, nyugat-európai politikus, akkor nagy kérdés, hogy milyen biztonsági garanciát tud adni mondjuk a német politika Közép-Európának. De gondoljuk végül a Brexitet. Ugye David Cameront többen óvaintették attól, hogy népszavazást tartson, mert egy népszavazás kimenetele mindig kérdéses. Aztán mi történt? Megjelent egy Nigel Farage nevű politikai bohóc, ha szabad ezt így mondanom, egy politikai szélhámos, aki addig manipulálta a közvéleményt, hogy végül is Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság népszavazása úgy végződött, ahogy végződött. Óriási csapást mért az Európai Unióra, óriási csapást mért az európai integrációra, és megtehette. Tehát amikor biztonságérzetről beszélünk, meg arról, hogy Közép-Európa mennyire érzi magát biztonságban az Európai Unióban, akkor ezeket a szempontokat bizony nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát a biztonsági garanciák kérdése az Európai Unió keretében bizony igencsak problématikus.
És még egy kérdést vetnék föl, és mivel hogy az idő korlátozott, ez pedig Európa integrációjának a narratívája, illetve percepciója. Mi is az az európai integráció? Mi, közép-európaiak, amikor az Európai Unióba igyekeztünk, úgy képzeltünk el, hogy Európának a nyugati felén ott működik az európai közösség, majd később Európai Unió, mi ehhez csatlakozunk, és közösen alkotunk majd egy Európai Uniót. Ő nekik megvan a maguk tapasztalata, mi bevisszük a mi tapasztalatunkat, ebből lesz egy nagy közös tapasztalat. Igen ám, de ennek a percepciója nem egészen így van, hanem éppen a mai párbeszéd, a mai vita nem egyszer azt mutatja, hogy nyugati kollégáink nem egészen így képzelik el. Ők úgy képzelik el, hogy volt egy klub, ebbe a klubba mi bebocsátást kértünk, ebbe a klubba ők fölvettek minket, és akkor pedig fogadjuk el a klubnak az összes játékszabályát, és viselkedjünk annak megfelelően. Ez bizony kétféle megközelítés a kérdésnek, mert az azt jelenti, hogy nem egyenrangú partnerek vagyunk, akik bevittük ebbe az egészbe a saját tapasztalatunkat, történelmi tapasztalatunkat, ami lényegesen különbözik a nyugat-európaitól, és abból adódik majd az össze-európai, hanem van egy nyugati része, és ehhez kell alkalmazkodnunk, ezt tekintik normának, és ha ezt nem fogadjuk el, hát akkor bizony azt rosszul tesszük. Még lehetne beszélgetni sok mindenről. A könyv érinti a migráció kérdését, érinti a gazdaság kérdését, Európa gazdasági helyzetét, és így tovább. Nem akarom tovább húzni az időt, jó sokáig lehetne erről beszélgetni. Viszont meghívtam egy vendéget, kedves barátomat, Gyurcsik Iván nagykövet urat, aki ma is a külügyminisztériumban dolgozik, és aki Magyarország Dunabizottsági nagykövete jelenleg, előtte szolgált diplomatikaként Prágában, Magyarország Varsói nagykövete volt. Megkértem szintén, hogy olvassa el a könyvet, és egy-két gondolatot mondjon el még hozzá. Iván, parancsolj! Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes napot kívánok, excellenciás urak, tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim, megtisztelő, hogy itt lehetek, és megtisztelő, hogy egy ilyen fontos alkalomból lehetek ezen a gyönyörű helyen. Egyetértve az előttem szólóval szeretnék alapvetően két gondolatot kiemelni a könyvből, illetve ehhez hozzáfűzni, de mindenek előtt szeretném megköszönni a szerzőknek, hogy ilyen kiváló kötettel hozzájárultak ahhoz, hogy a közép-európai gondolat az éljen, hogy a közép-európai gondolatról tovább tudjunk vitatkozni, és egyben az európai gondolatról tovább tudjunk vitatkozni. Ez egy értékes hozzájárulás, és amit külön szeretnék kiemelni, és én előkerestem az elképzelt közép-európáról szóló, hát 30 évvel korábban megjelent, akkor is nagyon izgalmas olvasmányt, és nem azért, hogy összevessem, hogy pontosan mi történt azóta is, hogyan változott, vagy esetleg hova helyeződtek át a hangsúlyok, hanem egyszerűen azért, hogy akkor önök hogy látták ezt a dolgot, az egész térséget, a mi gondolatainkat, a mi problémáinkat, azokat a kihívásokat, amelyekkel akkor szembesült ez a térség, amit akkor Közép-Európának neveztünk, illetve ott nagyon izgalmasan fejtegették azt, hogy miért neveztük Közép-Európának, hogy próbáltuk visszaszerezni Közép-Európát a Kelet-Európának besorolt részből, és hogy harcoltunk ezért, hogy ez a demokratikus ellenzékiek szempontjából miért jelentett olyan különösen fontosat, és itt Miszlivec Ferencre nézve nem tehetem meg, hogy ne említsem meg Borsodi István nevét, akivel volt szerencsém találkozni még Bostonban, és beszélgetni arról a könyvről, amit ő még 1960-ban, majd később Magyarországon is magyarul megjelentetett, és az új Közép-Európával foglalkozott, mielőtt először a Közép-Európa tragédiájáról szóló kötetet megírta. Én úgy érzem, hogy az ő üzenete, az ő kötete, az ő munkássága az a mi figyelmünket mindenképpen megérdemli, és én úgy gondoltam, hogy ezt itt most el kell mondani ebből az apropóból is. És beszélhetnénk ugye Kunderáról és nagyon sok más emberről, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, de itt a szerzők előtt tisztelegve a konzisztenciára szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy 30 év távlatából nagyon következetesen vették végig azokat az érzékeny és úgy érzem, hogy kulcsfontosságú elemeket, amelyekről nekünk ma illik kell beszélni. És egyetértve az előttem szólóval, hogy természetesen lehetnek dolgok, amiben vitatkozunk és máshol látjuk a hangsúlyokat, de én ennél inspirálóbb kötetet most erről a témáról nem láttam.
És ez azért is fontos, mert ez a magyar kutatókat, a magyar gondolkodókat is remélem, hogy ösztönözni fogja arra, hogy hasonló jellegű témáról közösen gondolkodjunk, és ilyen jellegű papírokat le tudjunk helyezni, hogy ilyen jellegű közös vitákat tudjunk tartani. Ugye szokták mondani azt, hogy ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belépni, ha még Dunának nevezik ezt a folyót, akkor sem, de itt ebben az esetben nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy ugyanott léptek be a szerzők ebbe a folyóba, Ausztriában léptek be, és Ausztria szempontjából nézik ezt az egész térséget. Úgyhogy én fontosnak érzem, hogy ezt az osztrák szemléletet, ami egy nagyon nyitott és nagyon, nagyon megérteni kívánja a térséget, azt érzékeljük. És én két kérdést ígértem, amiről szeretnék beszélni, ez a két kérdés, a Duna kérdése, és nem csak azért, mert most jelenleg az a megtiszteltetés ér, hogy Duna bizottságban képviselem hazánkat, hanem azért, mert úgy érzem, hogy egy fontos elem jelenik meg a kötetben, és én ezt szerettem volna egyrészt kérdésként feltenni a tisztelt szerzőknek, hogy a Duna mint ki nem használt lehetőség. Ezt, hogyha lennének a leírtakon túlmenőleg is kicsit bővebben kifejteni, azt nagyon megköszönném. Itt nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy egy nagyon fontos forgalmi koridorról, egy forgalmi csatornáról van szó, és most nem akarok a közlekedési szakterminológiába belebonyolódni. Azt, hogy nekünk itt 11 ország, 10 ország partmenti országként jelenik meg, és sokkal bővebb a vízgyűjtő területe a Duna térségnek, és ennek a környezetvédelmi, hajózási, gazdasági, társadalmi, kulturális szempontjait, azokat nekünk szemünkben kell tartanunk. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogy látják az összekötő jellege, mennyiben domborodik ki, mit kéne tenni annak érdekében, hogy ez még inkább így legyen. Van egy érdekes történet, engedjék meg, és ezzel átkötöm az első témát a másodikkal. 45 után volt egy olyan időszak, amikor Csehszlovákiából nem lehetett Magyarországra átjönni. Az ott élő magyarok nem tudtak találkozni a rokonaikkal. Esztergom és Párkány, Stúrovó, az szomszéd település. Érdekes módon egy osztrák Habsburg vonatkozású hölgy nevét viseli, Mária Valéria hídnak nevezzük. Amit lényegében a 2000-es évek elején egy nagy sikerként a két ország, Szlovákia és Magyarország újraépített, és azóta is összeköti a két parton élőket. Ebben az időszakban, amikor nem lehetett utazni 45 után Csehszlovákiából Magyarországra, illetve ekkor került sor a sajnálatos lakosságcserére, akkor voltak emberek, akik úgy tudtak kommunikálni, hogy este a folyóhoz mentek, és suttogva beszéltek. A víz viszi a hangot. Ezt akvafonnak nevezték. Az üzenetek eljutottak a másik oldalra, megértették. A Duna így összekötötte az embereket, az üzeneteket felerősítette. Úgy tűnöm, hogy a Dunával kapcsolatban erre a funkcióra lehet, hogy nem így, de áttételes formában szimbolikusan lehet, hogy a mai nap is szükség van. És ezzel a kettes kérdésre szerettem volna rátérni. Itt a kötet sok összefüggésben érinti a kisebbségi kérdést, a nemzeti kérdést. Amikor mi Közép-Európáról beszélünk, és most lényegében 30 évvel később visszaemlékezünk erre az időszakra, akkor magyar szempontból arra is kell emlékeznünk, hogy akkoriban nagyon sok szomszédos országban élő kisebbségi társunk az először élte meg azt, hogy politikai pártokban szerveződjön és vegyen részt az akkori politikai életben. Úgy érzem, hogy fontos emlékeztetni arra, hogy ezen pártok mindegyike támogatta az adott országok EU csatlakozását, NATO csatlakozását. Tehát, hogy teljesen egyértelmű pro-integrációs szerepet, közép-európai szerepet töltöttek be. Én úgy érzem, hogy ez a szerep, ez a funkció olyan, amire nekünk oda kell figyelnünk, erre emlékeznünk kell, azokra az eredményekre is emlékeznünk kell, meg arra, hogy hova jutottunk ebben a helyzetben, hol vagyunk most 30 évvel később, mely kérdéseket sikerült megoldani, és melyik azok, amelyek továbbra is nyitottak. És itt elhangzott az, hogy a térség része az, hogy
sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon nagyfokú volt a bizonytalanság. A határok változtatása, a rendszerek változtatása egy, ahogy a szerzők fogalmaznak, egy közép-európai szkepszishez vezetett. Mert igazából szinte semmiben sem lehettek az emberek egy generáció, vagy másfél generáció, vagy két generáción belül biztosak, hogy megmaradnak értékeik, vagy hogy egyéb szempontból nem kérdőjeleződik meg, sokszor addig megkérdőjelezhetetlennek hit érték. Ha ez a többségek esetében így volt, akkor ez halmozottan érvényes a kisebbségben lévők helyzetére. Én ezen a helyen csak ezt szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmet, és még egyszer gratulálok a szerzőknek, és további sok hasznos munkát kívánok. Köszönöm szépen, köszönjük!